Na, sziasztok! Itt vagyunk Budapesten a Liszt Ferenc reptéren, és hamarosan indulunk Kairóba. Egyiptomba fogunk 10 napot eltölteni, ahol nagyon sok mindent meg fogunk nézni. Kezdjük Kairóval, megnézzük a gizai piramisokat, a Szfinxet, el fogunk menni a kevésbé ismert szakarai piramisokhoz, majd a Nílus mentén, Luxoron keresztül, ahol megnézzük a királyok völgyét és a Karnak templomot, Asszuánba és egészen a szudáni határig Abu Szimbelbe fogunk menni, úgyhogy hatalmas kaladnak nézzünk elébe, nézzük is! Az utazásunkat, ahogy imént is említettem, Budapestről kezdtük meg egy kisebb, légcsavaros géppel. A lengyel légitársasága az első állomásunk Varsó volt, ahol felszálltunk egy nagyobb repülőre és irányba vettük Kairót. Az utazás körülbelül 3,5 óra volt, majd landoltunk Egyiptom fővárosában. Érkezéskor 25 dollárért megvettük a vízumokat, majd váltottunk egy csomó egyiptomi fontot is. Ezután a reptérről kisétálva meg is érkezett a bérelt autónk, amit a Europcar-tól kölcsönöztünk. Ez egy szép és új Nissan Sunny volt, amely utólag bevallva tökéletes társ volt az utazásra. A szállásunk a reptértől majdnem egy órára volt, így egy kicsit még első este megismerkedtünk az egyiptomi közlekedéssel. A többsávos autópályán minden könnyen ment, csak haladtunk Giza felé egyenesen. Útközben azonban láttunk különböző színekkel kivilágított kamionokat és teherautókat, de előfordult, hogy a motorok is ki voltak világítva mindenféle színű ledekkel. Az autópályáról láttuk a modern városrészeket és a teljesen lepusztult házakat is, amiket az autópálya építése miatt vertek szét. Egyes házakat ugyanis félig lebontottak a többsávos híd miatt, ezért ez a háborús kinézet. A Níluson áthaladva végül megérkeztünk Gízába, ahol éjjel egykor is zajlott az élet. Mindenhol autók és emberek, na meg persze a rengeteg szemét szétszórva az utcákon. A magas épületek között rengeteg kóborkutyát is láttunk, majd végül megérkeztünk a szállásunkhoz, a piramis lábánál lévő Türkis Hotelhez. Gyorsan be is csekkoltunk és aludtunk, mert másnap várt ránk a nagy kaland. Reggel felébredve az első dolgunk az volt, hogy kinézzünk az ablakon. Gyönyörű látvány volt megpillantani ezeket a hatalmas csodákat. Gyorsan fel is mentünk reggelizni a szálloda tetőteraszára, majd elindultunk a piramisok felé, amely mindössze csak 10 percre volt gyalog. Elindultunk a piramisok felé, ott láthatjátok, és itt az úton meg mindenféle emberek jönnek, hogy árulnak jegyeket, teve, utazás, meg ilyen lovas kocsikkal, de hát nem nagyon kell bedőlni neki, inkább menjetek fel a rendes ticket office-hoz. Megvettük a jegyeinket, és egy kis sorbanállás után már bent is voltunk a gízei piramis mezőn. Elsőként Khufu piramisát, azaz a másik nevén a Cheops piramis néztük meg. Ez a legmagasabb a három közül, amelyben ráadásul be is mentünk. A kb. 4600 éves építmény nagyon érdekes látvány volt, főleg egész közelről. A piramis bejáratához egy kicsit fel is kellett rámászni, majd elindultunk a belsejébe. Az út felfelé haladt és eléggé szűk volt, valamint folyamatosan nőtt a hőmérséklet, ahogy haladtunk beljebb. Így nagyon meleg volt. Végül pár perc menetelés után elérkeztünk a fáraó kamrájába, ahol megnéztük a gránitból készült szarkofágját is. A piramisból kisétálva tevehátra pattantunk, és egy órás tevegelés következett a sivatagba. Útközben megnéztük Khafre fáraó piramisát, amely pár méterrel alacsonyabb az előzőtől, de itt legalább látszik, hogy milyen lehetett a piramisok külső borítása több mint 4000 évvel ezelőtt. Ezután következett Menkaure piramisa, amely a legkisebb a három közül. Tevehátón nagyon izgalmas volt látni a piramisokat, és ráadásul még csak ekkor jött az igazi panoráma. A sivatagból gyönyörűen látszanak ezek az ókori emlékek, úgyhogy érdemes volt ideig tevegálni. Itt készítettünk pár vicces fotót is, amelyeket elnézve utólag is elkap a nevetés.
Végül az utolsó állomásunk következett, ami a híres Sphinx volt. Kifele mellett még észrevettünk egy bazársort is, ahol vettünk egy-két szuvenírt és egy fejkendőt, amit mindenképp ki akartam próbálni. A piramisoktól ezután az utunk Kairó belvárosába vitt, itt elmentünk a híres Egyiptom múzeumba, ahol bent sajnos nem lehetett videózni, de azért megpróbáltam, és képeket pedig rengeteget készítettem. A múzeum után még sétálgattunk a belvárosban egy kicsit, ahol most is óriási volt a forgalom. Azután hívtunk egy Ubert, így nem tudtak átvenni a taxisok, és visszaindultunk a hotelba. Kicsit körbenéztünk az autóból, és láttuk Kairót az esti fényekben pompázni. Giza felé haladva rengeteg autó volt az utakon, mentünk többsávos autópályákon és sikátorokban is. Az arab országokhoz megszokottan ilyenkor indult be itt az igazi élet, a boltok még nyitva voltak este 10 órakor is, óriási dugók voltak mindenfele, ahol az autók centikre haladtak el egymás mellett. Végül visszatérve a hotelba, ismét gyönyörű kilátás fogadott minket, majd ettünk egy finom vacsorát, amelyben még én is besegítettem. A harmadik nap a kevésbé ismert szakarai piramisok felé vettük az irányt. Elsőként Djoser fáraó lépcsős piramisát akartuk megnézni, de helyette belecsöppentünk a vidéki Egyiptomba. Kairó és Giza városától csupán csak 30 kilométert jöttünk el, de a környék még a fővárostól is szemetesebb volt. A kutyák a szeméthegyeken ették, amit találtak, és az utcák egyszerűen borzalmasak voltak. Ahogy letértünk a főútról és haladtunk a sivatag felé, egyszer csak megpillantottuk magát az Édent. Sűrű pálmafaligetek mindenfelé, eszméletlen volt. Majd megláttuk a legrégebbi piramist, Djoser fáraó lépcsős piramisát. Nagyon izgalmasak voltak a látnivalók, ráadásul egy vezetőnk is lett, aki sok mindent elmesélt nekünk. Láttunk egy érdekes templomot, mély sírokat és bementünk a romos Unas fáraó piramisába is. Az út befelé nagyon szűk volt, főleg nekem, de itt nem kellett olyan sokat menni befelé, mint a tegnapi piramisban. Megnéztük a hieroglifákat és a szarkofágot, majd kisétálva tovább bolyongtunk emberünkkel a romok közt. This is for this door. Mindent elmagyarázott nekünk, mi micsoda, és hogy mi miért van itt. Ezután Djoser piramisához sétáltunk át, és megnéztük a vége láthatatlan sivatagot is. A piramisba itt azonban már nem mentünk be, mivel vártak ránk a további látnivalók Taksur városának határában. Az út alatt most is láttunk szép helyeket, és kevésbé szépeket, teljesen kultúrsokot kaptunk, de Egyiptom már csak ilyen. Megérkezett Daksurba, megvettük a jegyeinket, amelyek itt voltak a legolcsóbbak az eddigi útunk alatt. Befelé a sivatagba egyszer csak észrevettük az első, szabályos piramist, amit sikerült megépíteniük az ókori Egyiptomban. Ez Snofru fáraó második piramisa volt, majd beljebb megláttuk Snofru első piramisát is, a tört falu piramist, majd távolabbra a fekete piramis romos formáját. A vörös piramisnál leparkolva egyből elindultunk közelebb, majd felfelé a bejárathoz. Az út hosszú és szűk volt, és itt is egyre melegebb volt, ahogy haladtunk lefelé a folyóson. Először elérkeztünk az első kamrába,
ahonnan egy út vezetett tovább a másodikba. Ezek csupán megtévesztő termek voltak a sírablók miatt, mivel az igazi sírkamra feljebb volt. Itt a harmadikban volt a fáraó szarkofágja, míg az első kettő csak csaliként funkcionált a rablók ellen. Az összes piramisból nekünk ez volt a legizgalmasabb és a legérdekesebb is. Kifele menet még körbenéztünk 30 méter magasból, majd elindultunk a következőhöz. Ez Snofru fáraó első piramisa volt, ami nem sikerült neki, ahogy látjátok az élein is, ugyanis ez a tört falu piramis. Visszafele még vettünk egy utolsó pillantást ezekre a remek művekre, majd bementünk Dakshurba. Útközben találkoztunk egy puszikat küldő fiúval is, majd jött az utunk legszörnyűbb látványa. Nagyon szegény település volt Dakshur, ahol még aszfaltozott utat sem láttunk. Szegénység, nyomor, kosz és mocsok. Sajnálatos volt, de haladtunk vissza Kairóba, ahonnan másnap hosszú út várt majd ránk, de ez már egy másik történet. Találkozunk jövő héten, sziasztok!